Hát üdvözlök mindenkit, Horváth Gábor vagyok, és fordító programokról szeretnék beszélni. Remélem, hogy senkit nem ejtett át a magyar elnevezés ennek a kifejezésnek. Nem természetes nyelvek közti fordításról, hanem programkódról, esetleg, tehát egy programozó jellegű fordító programokról lesz szó. Úgyhogy először nézzük is meg, hogy mi egy fordító program. Van egy forrásnyelvünk, amiben van írva valamilyen forráskód, és azt egy adott célnyelvre megpróbáljuk lefordítani. Ilyen például, hogyha C++ kódot akár x86 architektúrára próbálunk fordítani, vagy mondjuk Haskell kódot C-re. És minél távolabb van koncepcionálisan a forrásnyelv meg a célnyelv, annál komplexebb a feladat. És hát azért nagyon érdekes a fordítóprogramok világa, hogyha valakit mondjuk érdekel a számítástudomány, mert eléggé sokrétű az az elmélet, amit ott felhasználunk, és eléggé sok MP nehéz problémát kell megoldani, amikre általában viszonylag gyors közelítő megoldásokat szoktunk adni. Na most érdemes egy kicsit belegondolni abba, hogy hol találkozhatunk fordítóprogramokkal, mert azon túl, amire mindenki gondol, hogy például natív nyelvet lefordítunk valamilyen binárisra, vagy akár egy interpretált nyelvet egy bytecode-ra, és azt just in time mondjuk futási időben tovább fordítjuk natív kódra. Azon kívül még nagyon sok helyen előfordulnak fordítók. Például, hogyha valaki machine learning terén tevékenykezik, akkor a TensorFlow-nak az új verziója az úgy ért el az előzőhöz képest egy eléggé nagy teljesítményű növekedést, hogy azt a számítási gráfot gyakorlatilag, amit a TensorFlow-ban leír a fejlesztő, azt átfordítja, azon különböző transformációkat végez és optimalizál a TensorFlow, és utána kerül az tovább valamilyen, akár GPU-ra, vagy akár valamilyen más platformra, bináris kódra, lefordításra. És például a Big Data világában is egyre több helyen merülnek föl fordítóprogramok. Például múlt nyáron az Apache Flink-en dolgoztam, amin az volt az érdekes, hogy ezek a Big Data alkalmazások, mivel ugye kezdetben ezek a klaszterek, ezek elég heterogének voltak, ezért Jávában kezdték el őket fejleszteni. És akkoriban még ez nem volt probléma, mert legtöbbször az IO vitte el a legtöbb időt, de közben lettek SSD-k, közben lett InfiniBand, közben egyre nagyobb klasztereken, egyre kifinomultabb algoritmusokat kezdtek el az emberek használni, tehát a CPU is egyre nagyobb bottleneck lett, és ennek a megoldása, ennek az egyik oka például az Apache Flink esetében az volt, hogy hát Jávában eléggé nagy overheadje van annak, hogyha egy objectet használunk. Nem tiszta adatról van szó, hanem a Java Object modellje miatt egy csomó plusz információt el kell tárolni, ezért sok Big Data Framework megpróbál a szerializált formátumon dolgozni. A szerializált formátumot tartja a memóriában, és azon végez különböző műveleteket is. Egyetlen egy probléma az volt, hogy ezt a szerializációt, ezt a Reflection segítségével csinálták meg, ami híresen lassú tud lenni, úgyhogy a Reflection helyett futási időben kódgenerálást csináltunk, és ezzel bizonyos joboknak a futási idejét gyakorlatilag 20%-kal tudtuk csökkenteni. Na most ez a 20% mit is jelent a Big Data világában? Hát Andrei Alexandrescu, nem tudom, hogy mond-e valakinek valamit, ő egy elég híres C++ programozó, aki a Facebooknál dolgozott, és ő egyszer azt nyilatkozta, hogy azáltal, hogy a Facebook backendjén 1%-ot optimalizált, több mint 10 évnyi fizetését spórolta meg a cégnek havonta, csak az áramköltségeken. Tehát itt látható az, hogy azáltal, hogy a fordítók világához fordulunk, eléggé nagyot lehet nyerni, tehát érdemes megtalálni a különböző alkalmazásokban, hogy hol lehet esetleg egy fordítási lépéssel valami nagyot nyerni. Most érdekesség, hogy a böngészőkben rengeteg fordító van, vagy rengeteg interpreter, CSS-hez, HTML-hez, XML-hez, JavaScript-hez, és még WebAssembly, Dart, stb. Tehát gyakorlatilag a böngésző szinte fordító programok gyűjteménye, csak néha a célnyelv mondjuk a felhasználó számára egy vizuális valami, nem pedig feltétlen egy szöveges
kimenet. És például, hogyha a videókártya driverekre gondolunk, ott is a shader programok lefordításra kerülnek futási időben, tehát látjuk, hogy ez megkerülhetetlen. Na most mindegyik alkalmazás, amit itt felsoroltam, arról szól, hogy lefordítunk valamit. Én viszont azt állítom, és arról szeretnék ebben az előadásban beszélni, hogy ma a fordító programok ennél már jóval többet tudnak, segítségünkre lehetnek akkor, hogyha mi biztonságos alkalmazást akarunk fejleszteni, ami nehezen meghekkelhető mondjuk, segítségünkre lehetnek akkor, hogyha hibát akarunk keresni, tehát egy csomó olyan plusz szolgáltatást nyújtanak, amit esetleg nem feltétlen ismertek, és nem került még át teljesen mindenhol a gyakorlatba. Úgyhogy először nézzünk meg egy apró demót, hogy mit is várunk a fordító programoktól. Kezdjük egy nagyon egyszerű C++ programmal, ahol remélem mindenki számára látható. Nem is ezt akartam. Hanem ezt, ahol egy i változót beállítunk nullára, kétszer megnöveljük, és közben kiírjuk az eredményeket. És akkor mindenki próbálja eldönteni, hogy ez a program vajon mit írhat ki, és én közben pedig lefordítom és megmutatom. Ha GCC-vel lefordítom, és megnézzük az eredményt, azt kapjuk, hogy 22. Viszont, hogyha én lefordítom mondjuk egy másik fordítóval, a Clang-gel, hoppá, itt kaptam valami warningot is, akkor már azt kapom, hogy 12. Tehát gyakorlatilag egy viszonylag egyszerű forráskódról van szó, és két különböző fordítóval külön eredményt kapunk. Mi lehet ennek az oka? Hát az lehet az oka, hogy nem definiált viselkedés van a forráskódunkban, tehát gyakorlatilag a legtöbb programozási nyelvben ugye előkerül egy olyan jelenség, hogy a szabvány az nem definiálja minden szintaktikusan helyes programnak a szemantikáját, és azokban az esetekben, amikor nem jól definiált a szemantika, akkor a fordító program az azt csinál, amit akar. És amikor egy ilyen helyzetbe futunk bele, hogy különböző fordítókkal máshogy viselkedik a kódunk, vagy különböző platformokon máshogy viselkedik, az nekünk elég sok fejtörést okoz. Tehát az egyik dolog, amit elvárunk a fordítóktól, hogy diagnosztizálják ezeket a hibákat, és hát láttuk is, hogy amikor én a Clang-gel lefordítottam ezt a kódot, akkor adott nekem egy figyelmeztetést erre a nem definiált viselkedésre, ami a kódban látható volt. Tehát elvárjuk, hogy a szabványos kódot jól lefordítsák, a nem szabványos kódról pedig adjanak figyelmeztetést. Akkor egy másik lehetőség, amit elvárunk tőlük, hogyha egy egyszerű faktoriális függvényt nézünk meg, akkor nézzük meg, hogy mi lesz ebből, hogyha én lefordítom G++-szal úgy, hát ez mondjuk elég unalmas, nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha meg is hívom ezt a függvényt, az úgy látszik, hogy lemaradt, de gyorsan pótoljuk. Mondjuk az 5 faktoriálist kiírjuk. És akkor fordítsuk le ezt a programot, mondjuk először úgy, hogy ki vannak kapcsolva az optimalizációk, és ezek után nézzük meg, hogy milyen assembly kódot generált. Ne ijedjünk meg, hogyha nem olvasunk folyékonyan assemblyt. Igazából az a lényeg, hogy a kódban viszonylag jól látható az a rész, ahol meghívásra kerül a faktoriális függvény. Bár ez még nem az lesz, ez lesz az, ahol látjuk, hogy a
Az ötöt azt ugye bemozgatjuk a megfelelő regiszterbe, amin keresztül átadjuk a paramétert, és meghívjuk a faktoriális függvényt. Ezzel szemben, hogyha én mondjuk bekapcsolom az optimalizációkat, akkor amellett, hogy vektorizálásra kerül a faktoriális függvény, meg párszor rekurzívan ki lesz fejtve, meg hasonlók, ez most minket ne érdekeljen, a main függvényen belül eltűnt a faktoriális függvény hívása, mert azt mondta a fordító, hogy hát én fordítási időben ismerem azt, hogy az 5 faktoriálisát akarom kiszámolni, akkor én minek számoljam ezt ki futási időben, annyiszor, ahányszor a program le lesz futtatva, fordítási időben egyszer kiszámolom, hogy mennyi az 5 faktoriális, ott van a függvény definíciója, úgyhogy tudom, hogy hogyan kell kiszámolni, és miután kiszámoltam, azután behelyettesítem a függvényhívás helyére az eredményt. Tehát gyakorlatilag ezek a fordítók, ezek nagyon jól optimalizálnak is. Tehát jól diagnosztikát adnak, optimalizálnak, és helyes kódot generálnak a legtöbb esetben. Na most ez azért figyelemreméltó dolog, mert tényleg a számítástudomány minden területéről felhasználunk a fordítók fejlesztése során ismereteket, akár különböző heurisztikus keresések, véges automaták, gráfalgoritmusok, számelmélet, tehát mindent, absztrakt algebra, minden megtalálható. És az a helyzet, hogy nagyon sokszor nincsenek jó megoldások, amikor mi a fordító programokról beszélünk, sokszor trade-offjaink vannak, hogy vagy egy hatékonyabb ütemezést választunk, vagy pedig mondjuk kisebb regiszter használatot, akkor a kód méretére vagy sebességre optimalizálunk. Eleve, hogyha a sebességet felvetjük, mint probléma, nem egyértelmű, hogy mi most a latency-re vagy a throughput-ra gondolunk, és ezek is sokszor konfliktusban állnak egymással. Optimalizálásra vagy futásra szánok több időt, ez se egyértelmű, mert nem akarok órákat várni egy olyan program optimalizációjára, ami másodpercek alatt lefut, viszont egy olyan program esetén, ami mondjuk valami tudományos számítás akár heteken, hónapokon át végezni fog, akkor lehetséges, hogy megéri órákat várni azért cserébe, hogy pár nappal hamarabb befejeződjön a számítás. Illetve látni fogjuk, hogy néha, hogyha gyors kódot akarunk, vagy hogyha biztonságos kódot akarunk, akkor a kettő közül választanunk kell. Erre bizonyos esetekben szerencsére van megoldás. Klasszikusan a fordító programok úgy szoktak fölépülni, hogy van egy frontend, ami értelmezi azt a nyelvet, ami a forrásnyelv, abból egy köztes reprezentációt előállít, amit a backend utána a célnyelvre át tud fordítani. Na most a gyakorlatban ugye láttuk, hogy a fordítók optimalizálnak is, és hát sok esetben általános optimalizációkat ezen a köztes reprezentáción meg lehet csinálni. Persze vannak olyan optimalizációk, amiket csak a backendben tudunk sajnos megcsinálni. Na most, tehát ezek az általános optimalizációk, amik nem függnek a frontendtől, meg nem függnek a backendtől, ezeket minek újra meg újra leimplementálni minden egyes fordítóhoz. Úgyhogy igazából majd kicsit később lesz szó az LLVM-ről, hogy ezt hogy oldották meg, de addig beszéljünk arról, hogy az optimalizációt alatt mit is értünk. Ezek valamely szempontból javítani szokták a kódot, ez nem feltétlen jelent futási időt, és két dolog kell ahhoz, hogy egy optimalizációt elvégezhessünk. Az egyik az, hogy tudnunk kell, hogy az adott optimalizáció biztonságos, tehát nem fogja megváltoztatni a kódunknak a jelentését. A másik pedig tudnunk kell azt, hogy ez az optimalizáció tényleg optimalizáció, tehát az adott tulajdonságát, amit javítani akarunk a programnak, az tényleg javítani fogja. Ez például, hogyha a futási időt akarjuk javítani, akkor bizonyos ilyen becsült költségmodellekkel lehet megnézni, hogy alapvetően egy adott transformáció az javít-e vagy sem, illetve bizonyos esetekben futási időben gyűjtünk statisztikákat, amiket majd később az optimalizációra föl fogunk használni. Ezt hívjuk Profile Guided optimalizációnak. És alapvetően nagyon sok fajta optimalizáció létezik, úgyhogy ezeket az optimalizációkat általában egymás után ilyen több menetben szokták a fordítók végrehajtani, tehát valójában a frontenden belül a lexikális elemzés, aztán szintaktikus elemzés, szemantikus elemzés az gyakorlatilag a forrásnyelv függő rész, és ennek a végeredményén több menetben bizonyos optimalizációs meneteket lefuttat a fordító, és az a
Az az érdekessége ezeknek a meneteknek, hogy ezek nem függetlenek egymástól, tehát néha megéri egy menetet többször is lefuttatni, illetve az, hogy milyen sorrendben vannak ezek a menetek, annak is hatása van a végeredményre, és emellett még ezek a menetek néhány esetben egymás ellen, vagy éppen egymásért dolgoznak. Tehát ennek eléggé gazdag irodalma van. Illetve a végén van a backend, a célnyelv specifikus része, amikor kiválasztjuk a generált utasításokat, ütemezzük az utasításainkat, és kiválasztjuk, hogy melyik értéket melyik regiszterben tároljuk, illetve mi az, ami esetleg már nem fér el regiszterbe, ezért kirakjuk a stackre, vagy valahova máshova. Hát az elején a frontend ugye az, ami a forrásnyelv specifikus rész, a végén a backend az, ami a célnyelv specifikus rész, közte vannak az általános optimalizációk, amiket middle-endnek szoktunk nevezni, és hát gyakorlatilag az LLVM architektúrának az a lényege, hogy minél kevesebb munkát kelljen végeznünk, úgyhogy gyakorlatilag, hogyha én írok mondjuk egy Fortran frontendet, akkor használjam fel a más által már megírt optimalizálót, és tudjak egyből kódot generálni több platformra. Vagy hogyha én egy új platformot fejlesztek, akkor elég legyen egyszer megírnom a kódgenerálást, és akkor utána pedig az adott forrásnyelv fordítóját, azt tudjam használni az adott platformra való kódgeneráláshoz. Tehát ez egy könnyen kiegészíthető rendszert ad nekünk. Egyetlen egy probléma ezzel, hogy a gyakorlat az sose ilyen szép, mint az elmélet, tehát viszonylag ritka, vagy inkább nem létezik olyan, hogy a frontendhez semennyire se kelljen hozzányúlni, hogy egy adott új backendre tudjunk fordítani, de hát ennek az okairól ebben az előadásban nem fogok beszélni. Legtöbb esetben, amikor fordítóról beszélünk, akkor egy adott processzorra, egy adott processzor architektúrára próbálunk fordítani, és ez a helyzet, hogy ahogy a mai processzorok működnek, ez nagyon nem triviális. Itt, amit ezzel az ábrával szemléltetni akarok, hogy nézzük meg, hogy a processzor mekkora hányada területét tekintve az, ahol a core feliratok vannak, ahol ténylegesen mondjuk az aritmetikai, logikai egységek vannak, és mennyi minden más van. Tehát gyakorlatilag a processzor jelentős része az nem is a tényleges számításokért felelős, hanem az utasítások ütemezése, out of order execution-nél, a memóriának a vezérlése, a különböző cache hierarchiák. Tehát gyakorlatilag nincs egy egyszerű modell a fordító birtokába, hogy ezek a processzorok hogyan működnek, és ez egy csomó komplexitást von maga után. Nézzük meg pár dolgot, amit ezek a modern processzorok tudnak. Most, hogy pipeline-ban dolgoznak, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy processzor egyszerre több utasítást dolgoz fel. Az utasítás feldolgozásának különböző fázisai vannak, és próbálunk minden fázist munka alatt tartani, hogy ne legyen lazsálás. Most, hogy ez pontosan miről szól, erről lesz egy ábra. Cache-ekkel már valószínűleg mindenki találkozott, minél közelebb van egy adott cache a processzorunkhoz, annál gyorsabb, még hogyha memóriából akarunk beolvasni valamit, akkor az akár több száz órajel is lehet, mire az az információ megérkezik a processzor maghoz. Most az a helyzet, hogy ezt a fordítónak figyelembe kell vennie, tehát a fordító az például próbálja úgy rendezgetni sokszor a változóinkat, hogy azok a változók, amiket együtt használunk, az ugyanarra a cache line-ra kerüljön, meg hasonló dolgok. Tehát igazából ezek mind olyanok, amikre a fordításkor gondolni kell. Ott van például az instruction level parallelism, aminek az a lényege, hogy a legtöbb processzorban, sőt minden processzorban, külön független áramkör mondjuk a floating point, a lebegőpontos számok összeadása és az egész számok összeadása. Tehát, hogyha van két független áramköröm, akkor azokat tudom egyszerre üzemeltetni. Tehát miközben csinálok egy lebegőpontos összeadást, aközben tudok csinálni egy egész összeadást is párhuzamosan, illetve miközben én várom, hogy egy adat megérkezzen mondjuk a memóriából, aközben a már meglévő adatokkal tudok dolgozni. Illetve sok esetben egy adott feladatot végző áramkörből is több van, tehát például több egész szám összeadást
végző áramkör is rendelkezésre áll. Illetve például az Auto Forwarder Execution az arról szól, hogy ahhoz, hogy ezt az Instruction Level Parallelismet ki tudjuk használni, ahhoz a processzor futási időben átrendezi az utasítások sorrendjét. Persze nem tehet meg bármiféle átrendezést, csak azok az átrendezések megengedettek, amik nem változtatják meg a program megfigyelhető viselkedését. Tehát arról van szó, hogy gyakorlatilag az áramkörbe bele vannak égetve ezek a logikák, amikre bizonyos esetben gondolnia kell a processzornak. A branch prediction az arról szól, hogy amikor van egy elágazás a programunkban, a processzor megpróbálja megtippelni az eddigi információk, statisztikák alapján, hogy vajon melyik ág lesz az, amit végrehajtunk, és még akkor is, hogyha a feltételt nem értékeltük ki, nem tudjuk még, hogy igaz lesz-e vagy hamis, megtippeltük, hogy igaz lesz, az igaz ágat elkezdjük végrehajtani, és ha mázlink volt, akkor már annyival előrébb vagyunk, mire kiértékeltük a feltételt, ha pechünk volt, akkor kidobhatunk mindent és kezdhetjük előről. A SIMD pedig, hogy bizonyos esetben a processzor mondjuk nem két számot ad össze, hanem mondjuk bizonyos utasításokat vektorokon végzi, vektorregiszterekkel, tehát több, egy lépésben több műveletet tud végrehajtani. Na most a pipeline-nál mire kell a fordítónak gondolnia? Itt van például egy pipeline, van négy utasításunk, és van négy darab feldolgozási lépésünk, és hogyha valamelyik lépésben, tehát itt gyakorlatilag látjuk, hogy az egyes fázisok párhuzamosan dolgoznak, és hogyha valamelyik lépésben, például itt a lila, annak a fetch-ét azt nem tudtuk elég gyorsan megcsinálni, akkor látjuk, hogy ahogy halad előre az idő, úgy egy buborék alakul ki. A buborék az azt jelenti, hogy abban a lépésben az a fázis az nem végez nekünk hasznos munkát. Tehát a processzornak olyan kódot kellene generálni a fordítónak, ami minél kevesebb ilyen buborékot hoz létre. Ennek a SIMD-nek, amiről beszéltem, meg az a lényege, hogy egyszerre több adaton végezzük el a műveletet, és például az egyik előnye ennek az, hogy még hogyha mondjuk összeadok 8 számot kettesével, és ezt a hagyományos módon teszem, akkor ugye van egy utasításom, ami két számot összead, tehát a pipeline-jába, az utasítás pipeline-jába például a processzornak 4 darab összeadás utasítás lesz, még hogyha van egy 4 elemből álló vektorokat összeadó utasításom, az csak egy elem az utasítások pipeline-jába, és azt jobban is tudja kezelni a processzor. Amellett, hogy kevesebb utasítás van, amit végre kell hajtani, be kell tölteni a memóriából, stb. Na most egy picit beszéljünk az ütemezésről, hogy miért jó ez, meg miért látványos. Hát itt, hogyha feltételezzük, hogy a memória műveletek 3 óra jel, a szorzás 2 óra jel, a többi az 1 óra jelet vesz igénybe. Például, hogyha betöltünk valamit az egyes regiszterbe, akkor addig nem tudjuk az egyes regiszterben lévő számot önmagával összeadni, amíg ez a betöltés a memóriából véget nem ért, tehát a 4-es órajelben tudjuk ezt az adatot elkezdeni, és hasonlóan így az adatfüggések miatt 22 órajel ennek az utasítás sorozatnak a végrehajtása. Még hogyha egy picit átrendezzük, és hát egy kicsit nő a regiszter használat is ennek tükrében, 13 órajelre ezt le lehet vinni, csupán az utasítások átrendezésével, tehát látszik, hogy az ütemezés az elég sokat tud nekünk hozni, és az Auto Forwarder Execution processzoroknál ez futási időben történik. Egy érdekes fun fact, hogy ennek ára van ugye, tehát plusz áramkörök felelősek az ütemezésért, és ezért ez plusz energiaköltséget is jelent. Éppen ezért a korai mobil processzorokban például nem volt Auto Forwarder Execution, illetve például a VGA-kon szerintem máig nem nagyon jellemző, hogy legyen. És hát amikor az Apple az első olyan ARM architektúrájú processzoraival előjött, amiben volt Auto Forwarder Execution, akkor sokan csodálkoztak, hogy miért van az, hogy a különböző tesztekben a magasabb órajelű egyéb processzorokat simán megverték, hát azért, mert ott volt egy jó kis instruction scheduling a háttérben, tehát az utasítások átrendezésével ugyanazt a munkát kevesebb órajel alatt tudta megcsinálni a processzor. De hát ezért cserébe ugye több regiszterre is van szükségünk, tehát látszik, hogy mindenhol különböző
trade-offok vannak. Oké, hát akkor nézzük meg, hogy ugye volt szó arról, hogy szeretnénk, hogy a fordítónk az a különböző nem definiált viselkedések detektálásában segítene, és egy picit gondolkozzunk azon, hogy mégis mit jelent az, hogy nem definiált viselkedésünk van. És itt van ez az viszonylag egyszerű program, ami arról szól, hogy van egy tömbünk, a tömbben van öt elem, és parancsori paraméterben várok egy számot, és addig a számig iterálok végig a tömbön, és a tömbnek megnövelem az elemeit, a végén pedig kiírom, hogy hello. Na most lehet, hogy látjátok, hogy ugye ennek az az egyik problémája, hogyha túl nagy számot írok be, akkor túl fogok címezni a tömbből, ami nem definiált viselkedés. Hát nézzük meg, hogy mi történik. Ugye nem definiált viselkedés, bármi történhet. Akkor fordítsuk le ezt a fájlt, és először átadok 5-öt. Akkor ugye pont nem címzek ki a tömbből, nem történik nem definiált viselkedés. Átadok neki 6-ot. Nem történt a programunkban semmilyen megfigyelhető változás, pedig most már van egy túlcímzés a programomban. Átadok neki 10-et, kiírja nekem, hogy hello, és utána egy segmentation, nem egy érvénytelen utasítással elszáll, teljesen mindegy. Tehát az a lényeg, hogy először írja ki azt, hogy hello, és utána száll el. Hogyha megnézzük a programunkat, akkor ott először történt a kicímzés, és utána írtuk ki, hogy hello. Tehát gyakorlatilag a nem definiált viselkedés következtében a hiba az nem azon a helyen jelentkezett, ahol mi a hibát elkövettük, hanem valahol máshol. Tehát az, hogy én itt követtem el a hibát, az nem jelentette azt, hogy itt fog elszállni a programom. Ugye ez teszi nehézzi azt, hogy megtaláljuk ezeket a hibákat. Na most 10 helyett valami jóval nagyobb számot adok meg, mondjuk 10 000 vagy 100 000, nem számoltam a nullákat, és most már látszik, hogy azt se írja ki, hogy hello. Na most amire fel szeretném itt hívni a figyelmet, hogy ugyanolyan jellegű hibát követtem el, mindegyik esetben túlcímeztem egy tömbön, és egészen onnantól, hogy nem láttunk semmi megfigyelhető viselkedésváltozást a programon, ami egy szörnyű rejtett hibát jelent, egészen odáig, hogy már egyből a viszonylag hamar elszáll, meg azon keresztül, hogy valahol máshol jelentkezik egy hiba, nagyon sokféle tünetet tudott egy ugyanolyan jellegű jellegű hiba produkálni. Szóval a nem definiált viselkedésben ez a szép vagy éppen szörnyű, hogy az, hogy én egyszer elkövetem, az, és hogy valamit valahogy elkövetek, az nem ad semmiféle segítséget annak a szempontjából, hogy ez hogyan fog jelentkezni, mikor fog jelentkezni, fog-e jelentkezni egyáltalán. Úgyhogy ha van valami ilyen rémisztő dolog, mint ez a nem definiált viselkedés, akkor az a kérdés, hogy hogyan lehet ellene védekezni. És a továbbiakban egy picit arról szeretnék beszélni, hogy amellett, hogy a fordítók tök jó kódot generálnak nekünk, milyen lehetőségeket nyújtanak arra, hogy ezeket a problémákat, ezeket észrevegyük. Na most az egyik lehetőség az a statikus analízis, amikor a kódot futtatás nélkül elemezzük, a statikus analízis bemenete mondjuk a forráskód szövege, és a kimenete pedig lehet például az analízis által talált hibák. És hát van számos ilyen eszköz, nézzünk meg néhányat. Például az egyik, amit nagyon szeretek, bár ez ugye könnyebb hibát keresni egy jól olvasható kódban, és hát itt látunk példát nem jól olvasható kódra. Látszik, hogy a headerök azok mondjuk nem betűrendben vannak, van valami nagyon hosszú komment, van valami nagyon hosszú string literál, itt van makró, ami makrót kb. Felismerthetetlenségig lett torzítva, itt van valami nagyon hosszú függvény paraméterlistával, és a Clang format az azért tök jó, mert minden szépen megformáz. Most azért nem tűnik ez annyira szépnek, mert nincs meg a 80 karakter hossz a projektoron, de igazából az a gyönyörű ebben,
hogy például ő áttördeli a kommenteket, áttördeli a string literálokat, felismeri, ha valami makróban van, illetve például, hogyha több soros makróról van szó, akkor a sorvégekre kirakja ezeket a jeleket, hogy a több soros makró is szépen nézzen ki. Valamint a paraméter listát is gyönyörűen megformázza, és ebben az a szép, hogy igazából amikor egy új paramétert hozzáadok, vagy egy régit eltüntetek, én nem fogok azzal időt tölteni, hogy most a space-eket beütögessem, hanem nyomok egyetlen egy gombot, és utána szépen néz ki a kód. A Clang formatot azt ezért szeretjük, ezért érdemes használni. És van egy másik statikus analízis eszköz, a Clang Tidy, ami egyben egy refaktoráló eszköz is. Nézzük meg erről is egy gyors példát. Mondjuk, van nekem itt egy Tidy CPP-m, ezt lemásolom. Mondjuk Tidy 2 CPP névem. És hát itt most egy másik Clang Tidy verziót fogok használni, ez csak azért, mert ez a Arch Linux-ra még nem volt, nem jött ki a 4-es, és én azt külön lefordítottam. És ez egy picit talán többet tud. Checks-nél azt mondom neki, hogy ő mindegyik ellenőrzést használja. Megadok neki egy fájlt, ami most a Tidy 2 CPP. Megmondom neki, hogy javítsa a talált hibákat. És megadom neki, hogy C++14 módban fordítsa le az adott kódot. És hogyha kis szerencsém van, akkor ez működni fog, tök jó. Talált bizonyos találatokat, és csinált bizonyos átírásokat a forráskódban. Nézzük meg, hogy nézett ki az eredeti fájl, és nézzük meg, hogy néz ki az új. Most az eredeti fájlban például a fájlnak a tetején látunk egy viszonylag hosszú stringet, ami tele van iszképeléssel, és itt megszámolgatni, hogy akkor az most hány perjel is, az eléggé kellemetlen, és például ezt átalakított egy C++11-es raw string literállá a Clang Tidy nekünk, hogy jobban olvasható legyen. Az eredeti kódban volt egy hosszú, régi iterátoros ciklus, azt átírta nekünk szépen egy for each-re. Az eredeti kódban volt mondjuk egy autopointer, ami már deprecated a C++-ban, az újban ezt átírta egy unique pointerré. Itt ismételtük a típust, az X-típusát megadtuk a pointer deklarációnál is, meg a new kifejezésbe is, ez szépen autóra, meg típus dedukcióra átírta nekünk a Tidy. Itt volt nekünk egy null pointer ellenőrzés a delete előtt, ezt kivette, mert fölösleges, mert a delete null pointerrel nem csinál semmit. Akkor itt volt egy nullára beállítása egy változónak, azt átírta null pointerré. Itt legalul, hát volt például egy viszonylag csúnyán beállított bool változónk, azt is a Clang Tidy gyönyörűen észrevette, hogy egyszerűbb formára lehet hozni. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy ilyen bizonyos átírásokkal sokkal szebbé, modernebbé tudja tenni a kódunkat, ki ne akarná ezt használni, szóval mindenkinek nagyon javaslom. A Clang Static Analyzer az kevésbé, tehát a Clang Tidy az most ilyen kicsit ilyen stílus jellegű észrevételeit mutattam, bizonyos esetekben programhibákat is tud találni. A Clang Static Analyzerben viszont az összes ellenőrzés az elsősorban programhibák kereséséről szól. Ez egy szimbolikus végrehajtást csinál a forráskódon, és ezt a szimbolikus végrehajtást, ezt igazából ezzel próbál hibákat keresni. És itt van egy viszonylag egyszerű fájl, ebben van két darab memory leak. Az egyik memory leak itt a G függvényben van, ahol a get memory által visszaadott pointert nem delete-elem soha, a másik memory leak az itt van a main függvényben, de vegyük észre, hogy itt egy F függvénynek átadom ezt a mutatót,
és erről majd még egy kicsit később lesz, hogy ez miért fontos. Hogyha azt mondom a Clangnek, hogy analyze, akkor a static analyzerrel analizálni fogja az adott fájlt, és hát megtalálta a 9-es sorban a potential memory leak-et, tehát megtalálta itt a G-függvényben lévő get, a G-függvényben lévő memory leak-et, de nem találta meg a main függvényben lévőt. Miért van ez? Azért van ez, mert ugye az F függvény törzséről nem tudunk semmit, tehát elképzelhető, hogy az F függvény az fel fogja szabadítani az adott lefoglalt memóriát. Éppen ezért, ha nem akarunk hibás jelentést adni a felhasználónak, ide a mainbe a static analyzer a rendelkezésére álló információk alapján nem adhat hibajelzést. Ezzel szemben, ha nem statikus, hanem dinamikus analízist használunk, egy picit előre szaladva, tehát én azt mondom, hogy fsanitize egyenlő address, tehát az address sanitizert használom, csak nem a Clang-gel fogom ezt csinálni, hanem most a G++-szal, és igen, megadom még neki az F függvénynek az implementációját is, ami egy üres fájl. Akkor ebben az esetben, hogyha lefuttatom, akkor ez pontosan a 14. sorban található hibát fogja nekem megadni. Tehát ez gyakorlatilag, vagy hát 11. sorban allokált memória ellékelését fogja megtalálni, és látjuk, hogy a Clang Static Analyzer az egyik hibát találta meg, az Address Sanitizer a másikat. Mi ennek az oka? Az, hogy a Clang Static Analyzer az ugye nem tudott semmit az F-ről, mert nem volt futási idejű információja, egy fordítási egységet dolgozott egyszerre fel, úgyhogy igazából ezért nem tudott ide hibát jelenteni, még az Address Sanitizernek, bár megvolt minden futási idejű információja, de én a G-függvényt ebben a futásban sehol nem hívtam meg, tehát dinamikus analízisnél csak az a kód lesz, ugye, amelyik ellenőrzésre kerül, amit mi lefuttatunk, tehát a le nem futtatott vagy le nem fedett kódban, ott továbbra is megmaradnak a hibák. Oké, tehát a dinamikus analízisnek az a lényege, hogy megtaláljuk futási időben a bizonyos hibákat, és igazából időszűkében nem mutatom meg az address sanitizert, meg az undefined behavior sanitizert, de szerintem el tudjátok képzelni, hogy hasonlóan működik, mint az address sanitizer. Tehát a thread sanitizernél a race condition-öket tudjuk viszonylag egyszerűen megtalálni, az undefined behavior sanitizer pedig integer overflow, null referencia létrehozása, ilyesmi. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogyha olyan kódra futunk rá, ahol ezek a hibák megtörténnek, azt észrevesszük. Na most a thread sanitizer az nem csak akkor jelez, hogy tényleg rész történik, hanem potenciális részre is, ha az adott kód lefutott, tehát az eléggé okos dolog. Na most hogyan futtatjuk le a kódunk nagy részét? Optimális esetben mindet, hát a tesztjeink segítségével, tehát ebből következik, hogy néha érdemes a tesztjeinket úgy futtatni, hogy ezeket a sanitizereket bekapcsoljuk. Na most érdemes beszélni arról, hogy miért van konfliktusban a biztonság és az optimalizáció, vagy a teljesítmény. És hát erre is hoztam egy demót. Itt van ez a függvény, ahol van valami nagyon titkos dolog, mondjuk egy SSH kulcs, vagy valami, amit én nem akarok, hogy a memóriában bennmaradjon. Tehát mikor már nincs szükség az adott... Amikor már nincsen szükségem az adott kulcsra, akkor én ki szeretném nullázni azt a memória területet, ahol ugye ez a kulcs volt. Hogy nehogy valaki más rossz indulatú ott azt a memória területet olvassa, miután én már nem használom, megszerezze ezt a titkot. Úgyhogy ez szép és jó, egy memsettel én úgy gondolom, hogy elintéztem ezt a problémát. Igen ám, de jön a fordító. Én mondjuk... Ezek a parancsok annyira nem fontosak. Ezek annyit csinálnak, hogy én most kigeneráltam az LLVM
LLVM köztes reprezentációt a MEMSET-hez, tehát az, ami a belső reprezentációja az optimalizálónak, abból került ki egy kiszterilizált formátum ebbe a MEMSET.LL néven, és utána átjövök ide, mert itt ebben a terminálban van csak nekem optom. Ez az opt, ez az LLVM-nek egy kis eszköze, amivel különböző optimalizációs meneteket lehet ezen a köztes reprezentáción futtatni, és van egy olyan optimalizációs menet, ami nem igazi optimalizációs menet, hanem inkább csak megjeleníti ezt a kódot. És igazából itt van nekünk gyönyörűen az a belső reprezentáció megjelenítve, és hát ugye mi a konzum után raktunk a kódunkba egy memset hívást, és ez a memset hívás, ez nincs itt. Mit mondott a fordító? Azt mondta a fordító, hogy kinullázok egy memóriaterületet, amit utána én soha többé nem olvasok, akkor ez egy optimalizáció, hogyha én azt a memória kinullázást azt kiveszem a kódból, mert a kód számára nem lesz megfigyelhető változtatás a program viselkedésében. Egyetlen egy probléma, hogy aki a memóriát utána nézi, annak a számára ez egy megfigyelhető változás. Úgyhogy mi erre a megoldás? Hát most már arra kérlek titeket, hogy higgyétek el nekem, hogy ez tényleg egy megoldás, de nem fogom most ezt lefordítani, hogy tényleg ott marad, aminek ott kell maradnia, de arról van szó, hogyha én egy függvénypointeren keresztül hívom meg a memsetet, és ez a függvénypointer egy volatile pointer, hogyha ez volatile, az azt jelenti, hogy a programon kívül bármikor bárki kicserélheti azt a pointert egy másik pointerre, tehát a fordítónak azt kell feltételezni, hogy a futás bármely pillanatában valaki átírhatja azt a pointert egy olyan másik függvényre mutasson, aminek már van a külvilág számára, vagy hát a program futása szempontjából megfigyelhető eredménye, ezért a fordítónak most már nem lesz szabad kioptimalizálnia ezen a függvénymutatón keresztül a memset hívást. Hát akkor rövidre szeretném zárni az előadást, mert már nagyon csúnyán kifutottam az időből, hogy minden esetre, bár úgy tűnhet, hogy a biztonság szempontjából a fordítók ellenünk dolgoznak, ez nem igaz, mert számos nagyon jó trükk áll rendelkezésünkre, amivel olyan kódot tudunk generálni, ami a különböző stack overrun, return address átírása, virtuális pointer átírása, meg egyéb támadások ellen védve vannak, és erre itt van egy nagyon jó cheat sheet, amit a security területen dolgozóknak nagyon ajánlok, valamint van a fast testing, hogyha nincsenek jó teszteseteink, vagy vannak is, de nem gondoltunk mindenre, érdemes néha véletlenszerűen generálni teszteseteket, de hogy generáljunk véletlen teszteseteket? Hát megnézzük, hogy melyik teszteset milyen irányba viszi el a programunk végrehajtását, és ezt az információt kihasználva nagyon jó tesztadatokat tudunk előállítani, és ha a sanitizerekkel együtt használjuk a fuzzingot, sok security issue-t tudunk találni, például a heartbleed-et másodpercek alatt meg lehetett volna így találni, sok minden kimaradt, és egy bónusz, ezt a blogposztot majd próbáljátok meg elolvasni, például ez egy olyan optimalizációról szól, ami nagyon hatásos, de azért nem tudják például a Linux kernelben sem bekapcsolni, mert nem szabványos a kód. Tehát az egyik üzenet az lenne, hogy írjunk szabványos kódot. Köszönöm a figyelmet, és úgy érzem, hogy nagyon csúnyán kifutottunk az időből, szerencsére ebédszünet jön, úgyhogy én még egy ideig itt leszek, hogyha valakinek van valami kérdése.